Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Háttérben, és ebben az órában a frankfurti iskoláról fogunk beszélni. Aki nem tudja, hogy ez micsoda, az mindenképpen maradjon itt. Vendégem pedig Pogrányi Lovas Miklós, az Axióma központ kutatási vezetője, eszmetörténész. Szia. Sziasztok! Na, kezdjük is akkor a leges legelején a frankfurti iskoláról. Szerintem elég sok vagy keveset hallottak, bár lehet, hogy az utóbbi időben az én műsoraimban többször előjött egyébként ez a téma, de azért mélyen mégsem tudtunk róla beszélni, és én ahogy készültem erre a műsorra, gondoltam, hogy na, akkor jól utána olvasok mindent, amit csak megtalálok, hát nagyon kevés dolgot találtam. Magyar nyelven abszolút kevés dolgot találtam, ami van, az is inkább angol nyelvű, úgyhogy a terát fogok támaszkodni mindenképpen, hogy egy kicsit segíts ezt nekünk itt megérteni, hogy pontosan mi is ez. Hova datáljuk a frankfurti iskolát, és mi ez? Egy ideológia, egy központ, egy mozgalom, egy közösség? Köszönöm szépen a kérdést és a lehetőséget. Valóban magyarul nincsen túl sok anyag erről az interneten. Ugyanakkor volt egy időszak a magyar kultúriparban, hogy így fogalmazzak, amikor azért jelentek meg erről dolgok. De ennek a korszaknak úgy tűnik, hogy átmenetileg leáldozott. Hogyha igazán avatott szakértővel szeretnél erről a témáról beszélgetni, akkor a baloldalon Kapellner urat ajánlom, aki kifejezetten jó ismerő a témának, a jobb oldalon pedig a Fritz professzort. Fritz Tamás kifejezetten élvezhető stílusban, tömören és lényegre törően tud ebben a témában nyilatkozni. Egyébként nem tudom, hogy föltűnt esetleg neked, miközben nyomoztál, de pont jubileumi éve van a frankfurti iskolának, ugyanis 1923-ban alapították. Ez a frankfurti iskola egy jellegzetes értelmiségi projekt, egy gabonaspekuláns kommunista alapította, egy bizonyos Weil nevű úr, és megbízott néhány frankfurti illetőségű professzort, hogy hozzanak létre egy ilyen társadalomkutató intézetet. Na most ez a folyamat az nem egyik pillanatról a másikra zajlott le, de 1930-tól már kifejezetten aktív volt az alkotói kör, amelyeket igazából utólag már frankfurti iskolának hívunk. Tehát ennyiben a dolognak a genezise viszonylag jól lokalizálható, 23-ban elstartol, 23-ban megalapítják, 24-ben elstartol, és 30-tól igazán aktívak, csak hogy derékban töri a munkásságukat a nemzeti szocialista hatalom átvétel. Ugye két nagyon hasonló karakterű értelmiségi körről van szó, említhetjük a bécsi kört, amelyik Rudolf Carnaphoz köthető elsősorban, ez a mai Ausztria területén van, vagy volt, illetve a mai Németország területén a frankfurti iskola. A bécsi kör az egy neopozitivista társaság, az ő történetük az korábbi, de mind a kettő tevékenységének a hitleri hatalom átvétel vetett véget. A frankfurti iskola ilyen 34 környékén migrált emiatt, elmentek nyugatra a képviselők többnyire az Egyesült Államokba, a bécsi kör pedig az Anschlusszal szüntette be véglegesen a tevékenységét a kontinensen, és ők is Nagy-Britanniába, illetve az Egyesült Államokba költöztek ki. Na most, mit kell tudni még ezekről a jó emberekről? Mennyi időnk van? Most őszintén szól. Van időnk. Majd szólok, ha elfogy. Amikor egyeztetük a műsort, akkor mondtad, hogy beszéljek az előzményeiről. Hát azért nehéz megmondani, hogy honnan induljon az ember. De hogyha nem akarunk a felszínen locsogni, hanem a velejét akarjuk megvilágítani a dolognak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a frankfurti iskola az európai gondolkodás történetnek az úgynevezett ellenhagyományához tartozik. Mondhatnám úgy is, hogy antibölcselet vagy ellenfilozófia. Ez egy borzalmasan régi tradíció, és nem összefüggő tradíció. Mint ahogy az európai gondolkodás történet sem egy összefüggő, egységes történet, az ellenhagyomány sem egységes. De mégis van értelme egy ilyen megkülönböztetésnek, és mégis van értelme szerzőket összevonni egy ilyen meghatározás alatt. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy a filozófia az a bölcsesség szeretete. Tehát amikor az igazságot keresi
az ember. Ennek az ellenhagyománya pedig a gondolkodás történetének az a, az az összessége, amikor valakik a tudásukkal, a filozófiai szaktudásukkal, a politika-elméleti szaktudásukkal visszaélve sikerre törekedtek a közéletben vagy az üzleti világban. Tehát a gondolkodás történet dokumentált részére, ha gondolunk, csak arra, tehát amúgy nem tudjuk, hogy mi minden volt, de ha csak a dokumentált dolgokról koncentrálunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a szofistáknak a ténykedésével kezdődött az egész, akikről ugye Platón azt mondta, hogy a gondolatoknak a kufárai, a szatócsai voltak. Ez a mentalitás, amikor a filozófiához értő, a tudást fölhamozó ember nem az igazságot akarja szolgálni, nem a közösségének a javát keresi, hanem szűke, provinciálisabb érdekeket szolgál, illetve ideológiát gyárt, ez egy ilyen régi hagyomány. Csak az ideológia szó régebben nem létezett. Na most a frankfurti iskola ugyanennek a tradíciónak az egyik része. Hasonlóan a bécsi körhöz, hasonlóan a marxizmushoz, hasonlóan a posztmodern politikai filozófiához. De miért vádolom őket ilyen súlyos kifejezéssel? A filozófia alapcélja, mióta a filozófiát lejegyezzük, és van erről tudásunk, vannak szövegeink, amelyeket olvashatunk, az, hogy valami érvényeset és időtállót mondjunk a valóságban. Megértsük azt, ami bennünket körülvesz. Ezt a dolgot csak őszintén lehet művelni, ellenben az ideológia gyártás az mindig a felszínen úszik, mindig eltakar valamit, a valódi szándékot, azt, ami ténylegesen motivál minket belsőleg, azt akarja elfedni. És az egész marxista hagyománynak voltak éppen ez a gerince. A valóságot nem megérteni akarjuk, ami az egy élet is kevés, hanem mi már tudjuk, hogy mi a helyzet. Mi már mindent kenünk vágunk, mi meg akarjuk változtatni a világot, és kerülembe kerül, végrehajtjuk, amit csinálunk. Na most a frankfurti iskola az miért született meg? Azért, mert a marxista projektben történt egy óriási törés. Ez a törés, ez szoros összefüggésben van egyébként a marxista gondolatnak a sikerével. Ha megnézzük a internacionáléknak a történetét, akkor azt látjuk, hogy ez egy ilyen egyre szűkülő, fókuszú történet. Az elején még benne volt mindenféle baloldali mozgalom, az összes, amit el tudsz képzelni, anarchistáktól kezdve, az anarcho-szindikalisták, a szocdemek, a mindenféle. És ez egyre szűkült, ahogy az újabb internacionálékat megszervezték, a végén már csak a kommunisták maradtak, azon belül is a bolsevikok, és így egy egyre szűkebb körnek a kezébe került ez a mozgalom. Igen ám, csak hogy volt egy nagy lehetőségük a történelemben. 1917, nemrég volt az évfordulója annak az eseménynek, amit nagy októberi szocialista forradalom néven tanítottak az előttünk járó generációknak, ami valójában egy bolsevik pucs volt, tehát nem volt ott semmiféle forradalom. Ez egy értelmiségi projekt volt, tehát széles néptömegek mögött nem álltak, és nem is tudták kézben tartani az eseményeket azok, akik végrehajtották. Erről talán egy másik műsorban tudnánk részletesebben beszélni. De most nekünk jelenleg elég annyi, hogy a bolsevikok, tehát a kommunistáknak az a része, amelyik a Szovjetunióban át tudta venni a hatalmat, hiába hozott létre ilyen klón eseményeket tőlük nyugatabbra, ott nem tudták a sikerüket állandósítani. Voltak államcsínyek Magyarországon is, tanácsköztársaság címen őrzi az emlékezetünk, de nem tudta, a társadalmat nem hatották át ezek a gondolatok teljes mélységükben, és a hatalmat sem tudták tartósan megőrizni. Ennek az egyik fő oka az volt, hogy az első világháborúban a munkások, tehát a proletariátus, a szónak ebben a klasszikus századfordulós értelmében, az nem vált nemzetközivé. Nem volt internacionalista munkásosztály, hanem amikor kiadták a parancsot, hogy fegyverbe, támadás, akkor a német németként viselkedett, a magyar magyarként viselkedett, az olasz olaszként viselkedett. És magyarként, németként, olaszként ontották a vérüket a lövészárokban. Na ezzel a baloldali értelmiség nem tudott mit kezdeni. Tehát ők hiába prédikáltak, hiába írták a szövegeiket, valahogy az nem járta át
az emberi elmét, és nem tudod gyökeret ereszteni a gondolat. Úgyhogy a 20-as évek elejétől kezdve magukba kellett szállniuk, és el kellett kezdeniük vizsgálgatni azt, hogy mi lehet ennek az oka. Mi az oka annak, hogy Marx nem működik. Odáig nem jutottak el, hogy teljes egészében elvessék Marxnak és Engelsnek a tanítását, viszont arra megérett a helyzet, hogy azt mondják, hogy Marx talaján állva korrigáljuk ezt a szellemi felépítményt, amit létrehoztak. És akkor itt, innentől kezdve ez a történet, ez különböző ágakra bomlik, és itt a különböző szerzők különböző válaszokat adtak. Közülük a legkonstruktívabbak talán azt mondom, hogy Antonio Gramsci és a magyar származású Lukács György. Ők azok, akik azt mondták, hogy az a helyzet, hogy a proletariátus nem fog öntudatra ébredni. Mégpedig azért nem, mert a fejük tele van azokkal a fogalmakkal, amelyek a léthelyzetüket, a gondolkodásukat, az élethez való hozzáállásukat alapvetően befolyásolják. Ezeket egyszerűen gyűjtő, szóval kultúrának szoktuk nevezni. Tehát mindenak, ami az életformánkat meghatározza. Na most mit tehet egy elkötelezett kommunista, ha azt látja, hogy a proletárok nem visszhangozzák az ő gondolataikat, és nem menetelnek, hogyha ők megfújják a sípot. Elkezdte kidolgozni egy keretrendszert arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne megváltoztatni a kulturális szférát. Mit tehetünk akkor azért, hogy az embereknek a gondolkodása ténylegesen megváltozzon. Na most innentől kezdve bontakozik ki igazából a nemzetközi baloldalnak az 50 árnyalata és a mindenféle százféle megoldás, ami egyébként a mai napig velünk él. Tehát az 1920-as években indult ez a történet. Egyébként a frankfurti iskoláról, amit említettem, hogy elég kevés anyagot találtam, ami úgy felkészülésben magyarul segítségére lehet azoknak, akik utána néznek, viszont amit találtam, az pedig két szélsőség volt. Az egyik azt mondta, hogy a frankfurti iskola volt, aki megreformálta a társadalomtudományokat, hatalmas előrelépést jelentett ezen tudományok területein, mai napig ezeken az alapokon nyugszanak igazából bizonyos társadalomtudományok. A másik szélsőség pedig, hogy deviáns képzőnek nevezték ugye magát az egész frankfurti iskolának a létét és történetét. Miért van ekkora szélsőség a megítélésében? Igazából ezen nem lepődhetünk meg. A frankfurti iskolának az eredeti célja, tehát ha most csak arról beszélünk, hogy Marcuse, Horkheimer, Adorno miről beszéltek, ők még én úgy vélem, hogy elsősorban a megértésre helyezték a hangsúlyt. Tehát azt akarták megérteni, milyen mechanizmusok működnek a társadalomban, amelyek újra termelik a szociális egyenlőtlenségeket. Ebből mögött persze van egy rejtett premissza, minthogyha probléma lenne az, hogy van egyenlőtlenség. Holott a napnál világosabb, hogy igazából Isten színe előtt vagyunk egyenlőek kizárólag, más szempontból amúgy nem. Ezt egy keresztény rádióban el lehet mondani, amúgy egyébként lehet, hogy sírnának, hogyha ezt most hallanák, tehát ezt nyilván egy szekuláris médiában ezt nem lehet adottnak nevezni, de itt veled beszélgetve aztán elmondhatjuk, hogy teljesen egyértelmű, hogy az adottságaink egészen különbözőek. És ennek bizony következményei vannak az életformákra nézve, a politikára nézve, a gazdaságra nézve, és minden egyébre. Na most ezek a baloldali gondolkodók úgy gondolták, hogy maga az egyenlőtlenség önmagában probléma. Tehát volt egy nagyon, nagyon erős premisszájuk, nagyon erős előfeltételés, amelyik azt mondta, hogy márpedig az egyenlőtlenség rossz, és azt redukálni kell, csökkenteni kell, meg kell törni azokat a mechanizmusokat, amelyek ezeket a helyzeteket kitermelik, újjátermelik, illetve állandósítják. A marxizmus történetében nem megyünk bele, de a lényeg az, hogy a polgári társadalom a fő ellenfél számukra is, és annak a módját keresték, hogy hogyan lehetne ezt alásni, szétszedni, szétbontani, dekonstruálni. És itt az egyes szerzőknek az eszköztára meglehetősen különböző. Van egy Reich
nevű filozófus, aki az 1930-as években volt kifejezetten aktív, és ő például arra a belátásra jutott, ő pszichoanalitikus is volt, tehát nem filozófus volt az eredendő szakmája, de társadalomelmélete is foglalkozott. Tehát Reich azt mondja, hogy a polgári társadalmat a család intézménye állandósítja. A család az, amin keresztül a burzsoázia, meg ez az egész, amivel nekik bajuk van, újra termelődik. Tehát azt kell először is szétszedni. Úgy gondolta, hogy ennek a leghatékonyabb módja a gyermekek szexualizálása. Tehát lassan 100 éves az a gondolat, amely szerint úgy lehet a társadalomban radikális átalakítást elérni, hogyha a családot a szexualitáson keresztül bomlasztjuk. Na most érdekes, hogy Reich szerint a pedofília ebben nem fér bele. Tehát ő nem gondolta, hogy ez helyes, hogyha felnőttek gyerekeket szexuálisan kizsákmányolnak, de azt viszont üdvösnek és üdvözítőnek tartotta, hogyha a gyerekek minél előbb találkoznak szexuális tartalmakkal, illetve ők maguk is minél előbb nem életet kezdenek promiszkús módon, tehát el nem kötelezett módon. Azért ez egy elég ördögi gondolat, hogyha most egymás között elmondhatjuk, nem? Tehát a kommunisták alapvetően arra hajlamosak, hogy mindent redukáljanak vagyoni viszonyokra, meg gazdasági tényezőkre, de azért van köztük egy-egy ilyen őszinte ember, akinek ha benézünk a lapjai mögé, akkor ott tényleg magát a gonoszt látja az ember felsejleni. De ugye az egész rendszer egyébként, ha már itt tartunk, így volt felépítve, tehát hogy minél hamarabb a gyermek ki legyen szakítva a családból, minél kevesebb időt töltsön otthon, együtt minél kevesebb időt tudjanak tölteni, tehát hogy az egész rendszerben persze, ez benne volt. Persze, ennek volt előzménye, tehát azt nem lehet a kommunisták nyakába varni, hogy a hagyományos társadalom erjedésnek indult. Tehát az úgynevezett vadkapitalizmusnak a kora volt az, amelyik a hagyományos családi életet tönkretette. Először az édesapákat, utána az édesanyákat is kivette a családból, a nőket munkába hajtotta. Az első világháború alatt, a totális mozgósítás idején ez a helyzet, ez végképp elfajult, és Európa megtapasztalta, hogy milyen ez, amikor a család válságba került. Tehát az ötlet az ott hevert az asztalon, csak föl kellett venni, ez teljesen világos. Ugyanakkor volt egy másik tényező, amelyik szintén nem elválasztható az első világháborútól, de azt mondom, hogy ennek egy sokkal tágabb történelmi dimenziója van. Van a történelem szemléletének egy olyan felfogása, amelyik azt mondja, hogy a racionális és irracionális korok egymást váltják a történelem során. Volt a szuperracionális középkor, skolasztika rendjével jött az irracionális vad és a szellemekkel kommunikáló reneszánsz, utána jött megint az ilyen kockafejű, túl racionális felvilágosodás, amire ellenreakcióként megjelent a romantika, és ezek így csereberédik egymást, így váltakoznak. A kettő persze egymással párhuzamosan is fönnáll többé-kevésbé, de mindig vannak domináns irányzatok. Na most a 20. század elején az első világháború és annak az egész társadalmi percepciója, hogy úristen, mit csináltunk? Halomra lőttük egymást milliószámra a tudomány nevében. Ez arra sarkalt az embereket, hogy elvessenek minden olyat, ami a rációhoz kapcsolható. Ekkor jelentek meg ezek a egészen furcsa művészeti irányzatok, mint a szürrealizmus, a dadaizmus, meg az összes többi, ugye egy hatalmas kavalkád, tehát a 10-20-as éveknek a művészvilág az tényleg az egy ilyen extázis, tehát ott mindenki jött, méghozzá úgy mondom, hogy mai napig velünk él, tehát ha belegondolsz, azóta nincsen egységes kor stílus a művészettörténetben. Akkor alakult ki ez az eklektikus, ilyen mindent lehet, mindent próbáljunk ki mentalitás. És valóban, ha a ráció és a józanész oda vezette a fehér embert, hogy tömeggyilkosságot hajtson végre saját maga ellen, akkor meg kéne valahonnan érteni, hogy ennek mi az oka. Hogy jutottunk idáig? Ha józanész erre nem ad választ,
akkor keressük meg azt, ami emögött van. És akkor elkezdtek az álommal foglalkozni. Elkezdték vizsgálni azt, hogy a spontaneitás milyen szerepet tölt be az ember életében. Az ösztönök milyen szerepet töltenek be az életünkbe. És a századforduló utáni művészetnek nem véletlenül ez a fő témája 10-20-as éveknek. Úgyhogy erre a gondolati hullámra csatlakozott rá a frankfurti iskola is, amelyik már emigrációban azt vizsgálta, hogy hogyan juthatott oda a nyugati művelődés, a felvilágosodás, amelyik saját magát az ész által határozza meg, hogy demokratikusan hatalomra juttatta Adolf Hitlert. A frankfurti iskola már akkor foglalkozott ezzel, mielőtt megtörtént volna a holokauszt. Tehát plusztán a harmadik birodalom létrejötte, és prosperitása a számukra egy botrány volt, amit nem tudtak megmagyarázni. Főleg ugye nagyon nagy részt szekuláris zsidó származású emberekről beszélünk, hogyha a frankfurti iskoláról beszélünk. Számukra még nagyobb botrány volt ez, mint egy nem zsidó német számára, hogy lehet ennyire sikeres a harmadik birodalom. És ezt a fennállást, ezt akarták valamivel megmagyarázni, erre keresték a választ. Úgyhogy a felvilágosodás dialektikája című Horkheimer Adorno könyv, az pont ezt járja körbe. De a második világháború után is megmaradt a feladvány. Meg kellett magyarázni azt, hogy hogyan működik a nyugati társadalom, és hogy jöhetett létre egy ilyen monokrom, szürke massza, amit fogyasztói társadalomnak hívunk. Na most én úgy vélem, hogy ők sem ebben, sem abban nem voltak igazán eredetiek. A frankfurti iskolára az jellemző, hogy ezt ilyen harmadosztályú szintű értelmiségiek csinálták. Most csak mondok néhány ellenpéldát, tehát a szintén szekuláris német származású, zsidó származású Max Scheler vagy Wittgenstein elképesztő zsenik voltak, de nem rendelkeztek egy olyan szociális hálóval, mint mondjuk a frankfurti iskola, akikbe elképesztő pénzt toltak bele annak idején, és azért a hatásuk is sokkal nagyobb lett. Wittgenstein hatása az inkább akadémikus jellegű, a frankfurti iskola pedig társadalmi jellegű, mert ott más volt a szándék, a társadalomnak az átalakítása. Erre azért érdemes odafigyelni. Hogyha kezedbe veszel ilyen kiadványokat, és vannak magyarul, csak nem az interneten, a Kádár rendszerben szépen adták ki ezeknek az embereknek a műveit, Marcuse-től az egydimenziós embert, vagy a felvilágosodás dialektikája Horkheimertől és Adornótól, volt ennek kultusza. Tehát a kádárista értelmiség is kereste a hát túlzás, olyan lázadás lehetőségét, de hogy valami más hangon megszólalni, mint a szovjet fősodor, és akkor belekapaszkodtak ezekbe a nyugati kollégákba, és őket fordították, tapsolták, Jean-Paul Sartre, és így tovább, aki nem frankfurti, ugye. Tehát arról a következő a helyzet, hogy az ember kinyitja ezeket a könyveket, akkor igazából nagyon eredeti gondolatokkal nem találkozik. A szociális konzervativizmus a kapitalizmusnak a kritikáját már érdemben elvégezte a 19. század végén. A Békés Mártonnak ez volt az egyik érdeklődési köre, ez volt az egyik ilyen kutatási témája még korábban, sokkal korábban, de ő biztos, hogy tudna erről érdekesen és érthetően beszélni ebben a műsorban. Aztán a második világháború környékén közvetlenül utána egy C.E.M. Jode nevű brit filozófus szintén gyönyörű pontossággal, nagyon frappáns nyelvezettel megírta a fogyasztói társadalomnak a kritikáját, Decadence, azaz hanyatlás címmel 1948-ban. Őhozzá képest, amit a frankfurti iskola letett az asztalra, az tényleg a másolat másolata. Tehát nem lehet azt mondani, hogy baromi eredetiek lettek volna. Na de mégis egy lázadó ifjúság, amelyik benne van egy életforma váltásban, az kit fog olvasni? Hát nyilván nem a konzervatív szerzőket, nem anglikánokat, meg katolikusokat, meg evangelikálokat fog olvasni, hanem azt, aki az ő hangján megszólal, akiknek úgy elő vannak készítve a gondolatai, hogy számára befogadható legyen. Ez az alaptrükk. De akkor kicsit így
figyelmemet megfogta az, hogy azt mondtad, hogy igazából a cél az volt, hogy mivel a proletárság nem tudta ezt a gondolatot, amit ők szerettek volna igazából magukévá tenni, ezért valamilyen módon szerettek volna hatni rá. És akkor itt most filozófusokról beszélünk, meg ilyen értelmiségi emberekről, akik gondolkodnak, és akkor előadnak új számukra új gondolatokat ezek szerint, hogy jut el az a munkásosztályig, hogy jut el a gyárban dolgozó emberig, és hogyan hat az életükre. Most itt a család bomlasztását említetted, mint gyakorlati példát, amin keresztül meg lehet fogni minden embert. Ezen kívül mik voltak még ezek a, hogy mondjam, eszközök? Nagyon sok minden rejlik-e mögött, amit kérdeztél. Az első, hogy mi van a proletariátussal, a másik pedig, hogy mi lett a proletariátus helyett. Mi volt az a következő csataló, amire föl tudott pattani a marxista értelmiség. Hát nézzük az értelmiséget, vagyis hogyan is, nézzük a proletariátust. Ugye a munkásosztály, mint széles néptömeg, tényleg Marx idejében egy nagyon is valid és igazi probléma volt. És nem lehet azt mondani, hogy hatástalan lett volna a marxizmus. Tehát tényleg alakult ki marxista szellemű munkásmozgalom, de ezek sehol demokratikus úton nem tudták átvenni a hatalmat, és nem tudták állandósítani a befolyásukat. A puccskísérletek pedig még egyszer a Szovjetuniót leszámítva sikertelenek voltak. Tehát a második világháborúig, annak végéig nem nyílt meg számukra a terep. Emellett volt egy olyan probléma is, hogy Európa azért reagált ezekre a puccsokra. Tehát nem akart Magyarország sem még egy tanácsköztársaságot, és sem a nyugati államok nem akartak ilyen vérontásba belekeveredni. Mindenki féltette a társadalmi rendet, meg a saját pénzét, meg a saját gyárát, meg minden olyat, ami veszélybe kerülhetett. Tehát értelemszerűen elkezdődött egy ilyen húzd meg, erezd meg a munkás mozgalomnak a képviselőivel. Tehát a munkás jogokat egyre szélesebb körben megadták, egyre jobban kezdett elterjedni az általános választójog, a nyugdíj, a társadalombiztosításnak a különböző szolgáltatásai, és ezzel voltak éppen a munkásokban lévő frusztrációt azért lehetett oldani, bennük lévő harci kedvet lehetett pacifikálni. Tehát ez egy olyan fontos dolog, ami mellett nem lehet elmenni, és ez egy fő oka annak, hogy a kommunizmus az békés úton nem tudott sikert aratni. A másik, hogy erre reagáltak a keresztény egyházak is, a protestáns egyházakban is foglalkoztak munkásokkal, én inkább a katolikusoknak a történetét ismerem jobban, de hát ugye ismerjük a pápai enciklikákat, amelyek megmondták azt, hogy milyen irányba kéne átalakítani a társadalmat ahhoz, hogy a béke újra megteremthetővé váljon. Tehát két oldalról is harabdálták a kommunista mozgalmat, egyfelől a gazdaság felől, másfelől pedig a egyházi vonalról is, és ez őket gyengítette. Aztán a 60-as évek után fokozatosan a szolgáltatóipar elkezdett megerősödni Nyugat-Európában, és ez az ipari proletariátus számának a fokozatos csökkenéséhez vezetett. Olyannyira, hogy a hidegháború után már a munkásoknak a száma az töredéke lett mondjuk az 50-es évekhez képest. Tehát az a bázis, amire a marxisták eredetleg alapozták volna a politikájukat, az ha nem is szűnt meg, de radikálisan visszaszorult. Tehát sem szavazóbázisban nem volt már olyan fontos, sem pedig a gazdasági hozzájárulás tekintetében nem volt már annyira számottevő. Ez egy nagyon fontos dolog. Viszont keletkeztek új társadalmi problémák. És ők szépen radaroztak végig, hogy mi az, amire figyelni kell, hol vannak a törésvonalak, mire tudják rászervezni magukat, és a bevándorlás lett az egyik ilyen fő téma. Az Európába bevándorló kisebbségek, illetve a harmadik világ, még akkor leginkább a saját határaikon kívül a távoli országokban lelkesedtek az ilyen kommunista diktatúrákért, majd pedig most látjuk, hogy jelenleg a palesztinokért kell élni, halni, illetve a szexuális identitásokból kreáltak ilyen fiktív kisebbséget. Tehát ezek az új csatalóvaik, amelyeken ők érvényesülnek, őket tolják így maguk előtt.
Hogyan látod egyébként a frankfurti iskolának, például ha már ide hoztad az aktualitásokat és a mai napokat, akkor mekkora hatása van a mára, tehát abban, amiben most élünk? Mekkora hatása van arra az ideológiai, hát mondjuk azt harcra, ami itt a szemünk előtt zajlik, akár Európában, akár a nyugati világban? A szellemi kapcsolatot nézzük, akkor egyértelmű, hogy ez előzménynek tekinthető. Egyébként pedig az mindig egy nagyon nagy kérdés, egy tudományelméleti kérdés, hogy egy bizonyos nézet megalkotója mekkora felelősséggel tartozik azért, hogy mások az ő nevében utána mit művelnek. Ez a frankfurti iskola esetében is ez az oksági viszony azért nem annyira kristálytiszta. De nyilván azt a szót, hogy kritikai elmélet, meg a társai, minden, ami ebből kifejlődött, azt ők alkották meg. De azért, amikor 68-ban elkezdték dobálni a molotov koktélokat a Champs-Élysées-en, és borogatták fel a Citroeneket, akkor nem mindenki volt olyan egyformán nagyon lelkes a frankfurti iskolából, hogy őre hivatkoznak. Ha pedig azt látnák, hogy a Black Lives Matter az mit művel az Egyesült Államokban, azt szerintem biztos, hogy nem szívesen adnák ki a saját DVD-jükön, hogy ez a mi szellemi termékünk. Viszont mindig vannak olyanok, akik összemazsolázzák a szellemi világból, az irodalomból, a filozófiából azt, ami nekik aktuálisan kell, ami jól hasznosítható. Ezek általában felületes viszonyok és felületes tájékozódások, de például Kimberly Crenshaw, aki az interszekcionalitásnak az egyik ideológusa, illetve a Black Lives Matter-nek az alapítói, ők ugye azt mondták, hogy ők we are trained Marxists, tehát hogy mi kiképzett marxisták vagyunk. Azóta ezt már leszették a honlapjukról, de volt, aki elmentette a régi menüpontokat. De ők innen merítenek inspirációt, ez teljesen egyértelmű. Illetve az akadémiai kör, amelyik a 2010-es évektől fokozatosan egyre erősebben teret nyer, főleg Nagy-Britanniában, Egyesült Államokban és Kanadában, ők nyilvánvalóan ezeket a gondolatokat hasznosítják újra, ezt bontják ki, ez a fő hivatkozási formájuk, hivatkozási pontjuk. Ugye itt a kritikai elméletet említetted, mint egy olyan dolgot, amit végül is a frankfurti iskolának köszönhetünk idézőjelben. Ez azért nagyon nagy hatással volt a társadalom tudományos életre, meg hát az akadémiai életre, tehát az egyetemekre, az oktatókra. Ez így van, de ezt meg is kellett szervezni. Tehát ez magától ilyesmi nincsen. A 1950-es években, amikor a kommunizmus veszélyével szembenézett az Egyesült Államok, legyen ez inkább 48-tól az 50-es évek eleje, akkor volt ilyen, hogy meghoztak ilyen döntést, hogy egy-egy prof, hogyha kiderült róla, hogy kommunista, akkor őt eltávolították az egyetemről. És volt, hogy utána nyúltak a jobbos, a konzervatív társai, hát azért nem árt, tehát hogy amúgy jó professzor, egy remek kutató, meg jól ír, meg tisztességesen dolgozik, ne rúgjuk már ki csak azért, mert hogy balos. Na most azóta itt egészen más a helyzet. Tehát a különböző ideológiai apparátusokon keresztül, agytröztökön, alapítványokon keresztül olyan szépen meg van szervezve az értelmiség újratermelése és pozícióba jutatása, hogy már nem arról beszélünk, hogy van egy akadémiai vita, hogy versengenek egymással a filozófiai nézetek, különböző kulturális koncepciók vagy ehhez hasonló. Nem, itt már egyértelműen egy hatalmi kérdésről van szó, ahol az értelmiség egy báb. Tehát ezt így kell fölfogni, hogy egy hatalmi játszmának a része, az akadémiai világ jelentős része is. És ebben a küzdelemben máról hónapra nincsenek eredmények. Ezt ők is tudják. Tehát nagyon-nagyon régóta építkeznek ők is. A magyar jobboldal ezt a problémát fölismerte, de ha megfigyeled, nincsenek látványos eredmények nálunk sem. Tehát hiába lett leválasztva az Eötvös Loránd hálózat az MTA-ról, azt nem lehet mondani, hogy tömegével az utcára lettek volna téve a szélső baloldali ideológusok. Mert ez egyszerűen nem így működik, mert kontraproduktívvá válik, hogyha valaki láncfűrésszel neki esik ennek az egésznek. Megjegyzem, az is egy konzervatív álláspont, ha valaki azt mondja, hogy romboljuk földig
a felsőoktatásnak az intézményrendszerét, mert már olyanok az állapotok, hogy az is jobb, hogyha tégláról tégrára építjük újjá. Ezt az álláspontot képviselte idősödő korában Russell Kirk például, aki a radikális reakciósságnak a programját hirdette meg, de én azt látom, hogy a magyar konzervatívok sokkal óvatosabbak, visszafogottabbak, mint a nyugati társaik. És lassabban építkeznek? Lassabban építkeznek, igen. Tehát ezeknek a dolgoknak van egy tehetetlensége. Ugye egy új tudós embert, aki egy bizonyos kutatási feladatot el tud látni, azt nem tudsz egyik pillanatra a másikra kiképezni, mint egy telefonközpontost. Már ez a szakma se létezik egyébként nyilván. Itt évtizedekben mérik mindennek az eredményeit. Úgyhogy erről még lesz mit beszélgetni, még nyugdíjasként is fogunk találkozni ebbe a stúdióba. De hogy nyugatán, ez reméljük át lesz addig építve, de tehát, hogy Európában azért ezek a gondolatmagvak egészen mélyen el vannak ám hintve, és el vannak ültetve, és ez az izraeli háború is nagyon jól mutatja. Rudi Ducske, hosszú menetelés az intézményeken keresztül. Így van. Tehát amikor ugyanazokat a jelszavakat hallja az ember egy 10 éves szájából is, meg egy 30 éves szájából, meg tömegeknek a szájából, anélkül, hogy végig lenne, hogy nincs mögötte igazából semmi, tehát hogy végig lenne gondolva, hogy amit mondanak, milyen tényszerű alapjai vannak, az ugye az emberben felveti a kérdést, hogy honnan jönnek ezek a gondolatok, és megadja Gáborral beszélgettem itt, akivel ugye írt egy cikket a Mandineren az áldozatiságról, hogy a baloldal áldozatokra és elnyomókra osztja fel a társadalmat, így és van. Igazából mindig az elnyomottak oldalára kell állni a mindenféle morális vagy erkölcsi ítélet nélkül is akár. Tehát, hogy ezek ilyen mély dolgoknak tűnnek ma már, hogy átszövik a társadalomnak a szövetét. Hát ez pontosan így van, ez abból is látszik, hogy amikor bekövetkezett ez a legújabb terrortámadás Izrael ellen, aminek nem is tudjuk, hogy pontosan hány halálos áldozata volt, de hát jóval 1000 fölött az teljesen biztos. Még mielőtt az izraeli ellencsapás megkezdődött volna, már azelőtt tele volt palesztin zászlóval egész Nyugat-Európa. Tehát ez másképpen nem létezhet, mint hogyha csak úgy, hogy ez meg van szervezve, ez teljesen egyértelmű. És ezek a gondolatok, ezek be vannak járatva. És a nemzetközi baloldal mindig a legkorszerűbb eszközöket használja ebben. Hogyha megnézed, hogy Willy Münzenberg az 1920-as években milyen eszközökkel hűítette be a szovjet szimpátiára a nyugati értelmiséget, ő mindig a legkorszerűbb eszköztárat használta. Akkor a mozi volt egy friss dolog, a rádió újságkiadással is foglalkozott. Ja, nem a nemzetközi baloldal soha nem az előző háborút akarja megnyerni. Az a mi betegségünk. Ők előre gondolkodnak mindig, és ebben vérprofik. És ha már ugye itt a tüntetéseket említetted, hát éppen egy szakértő mondta, nem olyan régen, hogy itt a legutóbbi londoni tüntetésen, amely szombaton volt, mi most 15-én beszélgetünk, csak azért, mert picit később fog kikerülni ez az adás. Tehát ott a tömegeknek legalább a felét egyébként londoniak adták. Tehát, hogy lehet azt mondani esetleg, hogy ez az iszlamizációnak a következő, a migrációnak a következménye ezek a tüntetések, de hát látjuk, hogy rengeteg sok európait is meg tudnak nyerni ennek az ügynek. Ennek is meglehetősen régi a hagyománya. Most egészen pontosan, hogy Londonban mi történt, arra nem merek reflektálni, mert nem láttam. Ja, a párizsi viszonyokat jobban ismerem, de hogyha az ember kezébe veszi a Jean Sévillától az Értelmiség terrorizmusa című könyvet, abban pontról pontra teljesen alaposan és közérthetően ki van fejtve, hogy hogyan működik az új baloldalnak a logikája, hogyan mélyítik el ezeket a gondolatokat, amiket utána vissza akarnak hallani szavazóbázis szinten. Ezt minden kedves nézőnek, olvasónak nagyon sok szeretettel ajánlom. Tehát Jean Sévilla, az Értelmiség terrorizmusa, Kairos kiadó. Jó olvasást! Azért még nem engedlek el, még van egy pár percünk. Okay. Azt akartam csak, hogy ugye itt az intézményeken átvaló menetelést említetted, vagy idézted az előbb, és hát ezek az intézmények egyébként az oktatási intézményeknek egy jó része. Tehát főleg a felsőoktatás, illetve az akár az alatta lévő szint is, ahol egészen nagy befolyás lehet gyakorolni a fiatalokra, a családi neveltetéstől függetlenül is.
Az így van. Pontosan ezért rettenetesen hiányolom azt, hogy a magyar jobboldalnak elveszett a mozgalmi karaktere. Pedig volt valamikor. Azért 2006-ban, amikor elhangzott az összödi beszéd, itt pillanatok alatt hálózatosodott az egész jobboldal, az én korosztályom, akik akkor voltunk 20 évesek. Én nagyon hiányolom azt, hogy a mostani egyetemisták miért nem hoznak létre olyan hálózatokat, amelyek mondjuk életvédelem mentén megszólalnak. Vagy olyan fontos társadalmi ügyekben, amelyek a mi világnézetünkkel összhangban vannak. Azt hiszem, hogy a magyar jobboldalnak, a magyar konzervatív fiataloknak az a baja, pontosan az a baja, ami a idősebb generációknak, hogy borzalmasan etatisták. Azt várják, hogy az állam oldja meg a problémáikat, az állam védje meg őket a szélső baloldali jelenségektől, az állam csináljon mindent. Nem, az államnak nem feladata az, hogy az embereknek a lelkében rendet rakjon. Az államnak nem feladata a civil szférát létrehozni és működtetni. Az a mi dolgunk, nekünk embereknek a feladatunk. Egyébként, hogy nyilván, hogy ezt az elkényelmesedést az is okozza, hogy 10x éve konzervatív kormány van hatalmon, tehát hogyha egy más színezetű kormány lenne, akkor ezek a fiatalok jobban éreznék a szükségét annak, hogy tenni ebben, kell valamit. Ebben igazad van, és ez biztos, hogy így van. Molnár Attila Károly szokta mondani, hogy a nagy konzervatív gondolatok nem akkor születtek, amikor konzervatív kormányzás van, hanem amikor baj van, mert az, ami inspirálja az embereket. Na, reméljük, hogy ezt el tudjuk kerülni, és nem kell megvárnunk azt, ameddig visszatér a baloldal ahhoz, hogy a jobboldal eszméljen, és létrehozzon egy saját önmozgó, öntevékeny civil társadalmat. Hogyan látod most egyébként Magyarországnak a helyzetét? Mert itt ugye Európát és Nyugat-Európát, illetve Nyugatot kérdeztem, főleg itt a frankfurti iskola kapcsán, de Magyarországon most mi a helyzet? Azért mi egy nagyon hosszú, évtizedes szocialista rendszerből jöttünk, és még viszonylag fiatal a rendszerváltás utáni demokrácia, annak is egy részében baloldali kormányok voltak hatalmon. Még viszonylag fiatalnak érzem én itt a konzervativizmusnak ezt a megújulását. Ebben van igazság, tehát azt tényleg el lehet mondani, a magyar konzervativizmus részben most születik meg bizonyos értelemben ezekben az években. Ugyanakkor azt is meg kell figyelnünk, hogy a mi igazi problémáink most már nem annyira a régi baloldal. Azt viszonylag sikeresen szétzilálta az elmúlt 13 év. Viszont újjá is szervezték magukat, de már nem azon dolgoznak, hogy a Szovjetuniót helyreállítsák, meg nem a régi típusú kommunizmust akarnak létrehozni, hanem nyugatra figyelnek. Azt figyeli a magyar baloldal, hogy nyugaton mi a trend. Érdemes fölmenni néha, hogyha valakinek erős az idegzet, a klubrádió még létezik online formájában, és ott megnézni, hogy mi zajlik. Tehát hiába azt a régi kádárista nyugdíjasok csinálják, azt a rádiót, akik kiszolgálták az előző rezsimet, de már nem az a profiljuk igazából, nem azokat a szavakat használják, nem azok a problémájuk, hanem azt figyelik, hogy milyen kürtöket fújnak az Egyesült Államok baloldali agytröztjeiben, meg a brit egyetemeken, és amit nyugaton számukra problémaként elé tesznek, hogy tessék, ezért kell lelkesedni, parancsolj, ettől lehet rettegni, azt importálják és adaptálják a magyar körülményekhez, és abból próbálnak meg boltot csinálni. Itt a megújuló konzervativizmus, amely Magyarországon, ahogy te is mondtad, most mondjuk bontogatja a szárnyait, fogalmazzunk így, szerinted egyébként mit kínál a magyaroknak? Szabad még egyszer a kérdést? Mit kínál ez a megújuló konzervativizmus Magyarországon az embereknek? Mit tud kínálni a baloldallal szemben? Mert ugye az a probléma, vagy talán én azt látom problémának, hogy eddig, ami nyugatról jött, az mindig fejlettebb volt, jobb volt, előrébb tartott, mint mi. Most, ami nyugatról jön, az egy kicsit ilyen furcsa dolgok, és az embernek furcsa érzései vannak. Na, mit kínál a megújuló konzervativizmus? Én azt hiszem, hogy a konzervativizmus lényegéhez tartozik, hogy nincsen ilyen jól körülhatárolt terméke. Vannak bizonyos pillérei, amelyek nagyon fontosak. Tehát például, hogyha azt nézzük, hogy globális kormányzás, vagy európai szuperállam problematikája felmerül, akkor azzal szemben a nemzeti szuverenitást képviselje. Ha azt nézzük, hogy neoliberális értékrend, vagy
a keresztény értékrend, azzal szemben a keresztény értékrendek képviselje. De ezek a dolgok szerintem nincsenek egy kézben tartva, tehát a hangsúlyok az egyes szerzőknél, az egyes mozgalmaknál, iskoláknál azért külön-külön helyen vannak. Mindenki a saját hangon szólal meg, és én azt szeretném, hogyha ez így is maradna a jövőben is. Tehát, hogy őrizzük meg a sokszínűségünket, mert az emberek is sokszínűek. Tehát nem azt várják, hogy ők be legyenek terelve egy darab nagy iskolába, hanem mindenki meg tudja fogalmazni a saját véleményét. Hiszen valaki mondjuk szekuláris, konzervatív, valaki kifejezetten keresztény, és mindenkinek megvan a maga hangja, és ezeket el kell tudni mondani. Igazából az Egyesült Államokban is a konzervatívizmus pontosan ezért volt sikeres, mert megvoltak a különböző hangok, megvoltak a különböző érdekcsoportok, de tudták, hogyha választás van, akkor hoppá, akkor egy irányba kell menni, de meg kell akadályozni azt, hogy az ellenség elfoglalja a helyét. Nagyon szépen köszönöm. Hát remélem még fogunk beszélgetni, nem is nyugdíjas korunkban, de annál egy kicsit hamarabb. Nyugdíjas korunkig rendszeresen. Jó. Pogrányi Lovas Miklós, az Axioma Központ kutatási vezetője és eszmetörténész volt a vendégem. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, minden jót.